Országszerte 18 ehhez hasonló hordozható cserépkályhát oszt ki a Magyar Vöröskereszt két nagyobb KFT segítségével október közepéig. Ezeknek a beszerelését és házhoz szállítását is vállalták a cégek. A fűtőeszközöket 6 óra alatt egy kályha versenyen készítették a legjobb szakemberek, amelyeknek értéke összesen 3 millió forint. Ez körülbelül egy helység befűtésére alkalmas, illetve amit tudni kell, ezekről a tetején egy platni van, egy fém, egy öntött vas platni, amin lehet főzni is, tehát nem csak fűtésre alkalmas, hanem főzésre is, úgyhogy kiválóan alkalmas egy-egy családnak a téli mindennapjaira. A tavaly indult programban a két év alatt összesen 46 kályhát adományoznak a rászoruló családoknak, az eszközök egy részének kiosztásában a Magyar Vöröskereszt segít. Minden esetben az önkormányzatok segítségét kérjük, hogy kiválasszuk a családokat, különböző szociális szempontok vannak, gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, nagy család, illetve hát nyilván súlyozzuk ezeket az eseteket. Ebben az esetben ugye egy 13 fős több generációs családról beszélünk, ahol a közmunka jelenti a fő megélhetést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Dombrádi Sallós családnak adományozták az egyik kályhát. Ebben a házban 3 generáció él együtt, összesen 13-an laknak itt. Egy új kályha beszerzése nagy problémát jelentett volna számukra. Nagy segítség nekünk ez a kályha, meg éppen ugye hát, hogy a másik kályha tönkrement, ugye most kellett volna egy másikat venni. Ez óriási segítség volt, és nagyon köszönöm a Magyar Vöröskeresztnek tényleg, hogy ugye ránk gondolt. A téli fűtés szezon sok család számára jelent kihívást Dombrádon. Az önkormányzat több családon is szeretne segíteni majd a hideg hónapokban. Az önkormányzat pedig tüzelővel fogja őket segíteni, mert hogy a szociális tűzifa pályázaton indul az önkormányzatunk is, és családonként 2 köbméter fa az, ami juttatható egy családnak, és hát úgy gondolom, hogy ők lesznek majd az egyik család. A rászoruló családokat a Dombrádi önkormányzat az iskola kezdésnél is támogatta, az általános iskolásokat 5, a középiskolásokat 8, a felsőoktatásban tanulókat pedig 10 000 forinttal segítették.